Alapvetően a kávé, illetve a tea egyik legjelentősebb összetevője a víz. Eddig nagyon sok hangsúlyt nem kapott, ugye víz és víz között nem tettünk különbséget, de főleg a speciality kávé vonal magával hozta azt, hogy elkezdtünk a vízzel is foglalkozni. Víz és víz között ugyanis különbség van, nagyon nagy különbség. Itt jelen pillanatban bemutatunk három teljesen eltérő vízminőséget, ami ízre és állagra is teljesen eltér egymástól. Egy klasszikus lágyított vizet, ami nem tartalmaz kalcium-magnéziumot, normál csapvizet, ami a budapesti hálózati víz, és egy karbonátmentesített vizet, ami magnézium töblettel rendelkezik. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a kávé pörkölésének, illat és ízaromáinak megfelelően a legoptimálisabb vízminőséget ki tudjuk választani. Hozzá tudjuk igazítani, hogy az melyik, azt nem tudjuk, de van lehetőségünk, hogy optimalizáljuk a vízminőséget felhasználási jellegétől függetlenül úgy, hogy természetesen megmaradjon a gépek védelme is. Ha arrébb megyünk és megnézzük, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, ugyanazon teával, ugyanazzal a technológiával készítettünk három teaitalt, gyakorlatilag amiben eltér, az a felhasznált víz minősége. A csapvíz és kettő szűrt víz, esetleg fölülről, hogyha megnézzük, a színek jobban érvényesülnek. A középső a csapvíz, a két szélső az különböző szűrési jelvel szűrt víz. A középsőnél látszik, hogy gyakorlatilag egy réteg már lerakódott rajta, sokkal sötétebb, zártabb szerkezetű, míg a két szűrt víz világosabb, tisztább hatású, és nincs rajta fátyolréteg egyiken sem. Ezen talán egy kicsit már megjelent. Hát a lényeg az, hogy ebbe a klór, és nyilvánvalóan egyéb más anyagok jelen vannak, és befolyásolják a színhatás szempontjából. Nyilván a kamera nem tudja visszaadni az ízhatásokat, de a két szélső szűrt vízből készült tea nagyon-nagyon eltér egymástól. A kávé és a tea készítésnél is, és egyébként nyilván a fogyasztás szempontjából is, a kalcium-magnézium óriási szerepet játszik, hiszen egy ízgenerátor. A teljesen lelágyított kalcium-magnéziumban szegényebb vízből készült teánál az illat ízaromák nem jönnek annyira elő, ugye ez egy jázmin tea, a jázmin íze alig érződik, míg a magnézium töblettel rendelkező Bestmax Premium által szűrt vízben nagyon intenzív a jázmin illat, ez azért van, mert a magnézium elősegíti, hogy ezek az illat és ízaromák előjöjjenek. Ezt használjuk mi ki gyakorlatilag a kávé készítésnél is, ezt használjuk ki a tea elkészítésénél is. Nyilván fogyasztás szempontjából is ez egy sokkal erőteljesebb, testesebb ásványi hatást eredményez. Ezt egyébként az otthonunkba is el tudjuk vinni, és ott is tudjuk élvezni.